A teveli székelykör több évtizedes hagyományokat ápol a dévaiakkal, akik idén is ellátogattak a településre, ezúttal a bukovinai székely kitekintő alkalmával. A bukovinai rendezvény kapcsán kerültek hozzánk a dévaiak. Azt tudnék, hogy mi a dévaiakkal már évtizedes kapcsolatban állunk. Nagyon régi ismeretséget kötöttünk ismeretséget. Nagyon jó a viszonyunk ottan egyesülettel. Mi is többször megfordultunk önállók, és ők is már nálunk. Amikor lehetőség van, akkor mindig hívjuk, hogy találkozzunk, hogy tovább tudjuk erősíteni ezt a kapcsolatot. Ebből az apropóból kértük mi a Bukovinai Székely Szövetséget, hogy a dévaiakat kapjuk meg a kitekintés programon belül itt vasárnap délután. Egy rövid kis műsorral leptek meg bennünket. Ugye annyit azt elmondanék, hogy mai része a műsorodnak egy humorosabb rész volt. A szakmai rész, tehát a Bukovinai népdalok bemutatója, azok péntek, illetve szombaton voltak. Ma egy kicsit humorosabb együttlét, egy kötetlenebb vacsora, kötetlenebb mulatás a része, illetve egy-két új arccal is találkoztunk most itt a dévaiaknál, azokat is szeretnénk megismerni jobban, illetve hát kialakítjuk a későbbi programokat, ami mind déván, mind újból tevelen, de most valószínű, hogy majd mi megyünk legközelebb dévára. A hagyományőrzés a teveliek és a dévaiak számára is nagyon fontos értéket képvisel. A mi egyesületünk 33 éve alakult, és fő tevékenységünk a népdalok ápolása, tanulása, illetve továbbadása, de ez mellett egyébként nagyon őrizzük a népszokásainkat, tehát itt a húshagyó, keresztelő, karácsony, betlehemezés, ez mellett komolyan viseljük, vagy keressük, kutatjuk a népviseletünket. Ezt új formában próbáljuk feleveleíteni, hogy 57 babánk van, és ezeknek különböző székely népviselet ruhákat készítünk, tehát fölújítunk, és ezeket itt a kiállító termünkben bemutatjuk, bárkinek lehetővé tesszük, hogy megnézze. Ez az egyik része, a másik része, mindig kutatjuk az őseink múltját, a kitelepítést, a Magyarországra való letelepítésnek a történetét. Ebből kifolyólag eredeti okiratokat kutatunk föl, főleg hadikból érkezőket, ugye mert a teveliek nagyrészt hadikból származnak, a mi őseink. Lehet, hogy az, de egyébként minden bukovinai dokumentumot szívesen látunk itt a kiállítónkban. Ezeket learchiváljuk, természetesen az eredeteket visszaadjuk, mert ezeket nagyon féltik, akinek mi megvan, de nekünk is most már elég sok dokumentum van, ami azt jelenti, hogy bárki, hogyha idejön, és ha netán még kutatja, és ha szerencséje van, akkor kikövetkeztetheti, hogy esetleg a nagypapa, nagymama hogyan került ide, melyik részén lépte át a határt Magyarországra, illetve ugye hogyan lettünk mi újból magyarok, mert azt tudni kell, hogy énket honosítottak ugye a 40-es években, tehát amikor Bukovinából kitelepítettek és Bácskába kerültünk, újból, akkor váltunk újból magyarrá. A felgyorsult és modern világban egyre nehezebb megőrizni a régmúlt emlékeit. A falvak ugye elöregedtek, ha mondhatom így, az a középső generáció a megélhet és a jobb élet reményében ugye eltávoztak a falvakból, és nincsenek itt. Így nagyon kevés az a korosztályban lévő ember, akinek átadható lenne, és ebből természetesen nem is mindenkit érdekel. Úgyhogy egy elég nagy kihívás, de ennek érdekében azért mindent megteszünk, tehát ilyenekkel próbálkozunk, hogy már próbálunk iskolás gyerekeket ide csábítani, meghívjuk a próbákra, ha egy mód van, akkor ha olyan fellépés van, ahol megoldható a korosztályilag, hogy el tudjuk őket vinni, elvisszük magunkkal, és próbáljunk nekik ilyen élménydús, vagy élményeket szerezni, hogy hát, ez megmond, és a későbbiek folyamán visszatér. Hát ezt az egyutat látjuk, de egyébként katasztrofálisan is egy picit úgy félünk is tőle, hogy hogyan tovább, mert sajnos mindig fogyunk. A dévaiak és a teveliek közötti barátság mélyen gyökerezik. Déváról, Hunyad megyéből jövünk, a Szivárvány nyugdíjas klub vezetője vagyok, és egyben a Segesvári Miklós Pál Egylet hagyományőrző csoportját képviseljük, és ennek köszönhetően a Bukovinai Székely Szövetség tagjai lehetünk. És ennek köszönhetően immár a jó tizedik, nem tudom pontosan hányadik, előadáson vehetünk részt. És akkor innen indulnak kapcsolataink a közeli lakósokkal. Beleszámítom Kismányok, Nagymánok, Dombovár, Hidas, Kakasd és Tevel. A tevelieket nagyon magunkhoz közel érezzük, ezt ők mindig hangoztatják. És ha eleinte kényeztettek is szavaikkal, nagyon értek velük, mert úgy érzem, nem mint szomszédok tartunk egymáshoz, mint testvérek. Valami közös
közösségi érzés köt össze bennünket. És ami a mi hagyományőrző csoportunkat illeti, az úgy indult meg, hogy a dévai telepesek 1890 előtt, majd aztán egy évvel későbben telepedtek le az öt bukovinai faluból. Mind abból a faluból, amit a Szucsáva part mentén hoztak létre. Az egyesületből sokan vannak olyanok, akik már nem először teszik tiszteletüket a teveli vendéglátóknál. Az volt az elhatározásunk, hogy mindezeket az emlékeket egymás közt felhozzuk. Mert vannak olyan dolgok, amit te nem tudsz, amire én nem emlékszem. Na akkor volt még olyan eset is, amikor fonót. Tehát elhoztuk a guzsajt, a gyapjút, az orsót, és dolgozgattunk vele. Akkor összeszedtük a régi kézi munkákat, ami arra az időre volt megfelelő, és az időkben volt értékes, és ezekről beszélgettünk. Mai napig is ezt csináljuk, mondhatnám, csinálnánk, de fogyunk ki, és nem tudom az ifjakat betoporozni. És az idősek lemondanak azért, mert korhatárukat meghaladták, szeretnének jönni, de vagy azt mondják, hogy nekünk nehéz már megjelenni, de viszont mindannyian kívánják a közösség érdekét. A teveli kitekintő jó hangulatban zajlott, melyen az új tagok is megismerkedhettek a székely közösséggel.